a restaurátor műhelyre mondja egy pár szót. Hogy ez mind saját, ezt te építetted, ezt az egészet? Ezt én építettem, én vettem bele a szerszámokat. Nincs még meg minden, amit szeretnék, de folyamatosan bővítem a szerszámkészleteket. Úgyhogy igazából, hogy mi van itt, meg mit szeretnék még, ez mindig függ attól a munkafolyamattól, a munkafázistól, amit én szeretnék elvégezni. Tehát most már ugye fényezgetett, minden motoromat én fényeztem eddig, szeretném ezt így megtartani, kivéve őt, mert ugye mm -hmm. segítettek. de szeretném ezt megtartani. Úgyhogy most kialakításra került egy ilyen fényező saroknak, mondom inkább, tehát nem is fényező kamera, fényező sarok. Majdnem befejeztem, már most már egy-két éjjel elszívás, még ilyesmit meg kell oldanom, és akkor kész lesz. Gyakorlatilag küllőzés, amit nagyon kevesen vállalnak, nagyon kevesen szeretnek, ahhoz kellett egy álványt venni, indikátorórát de akkor már föltengelyt is tudunk rajta mérni, tehát ezt is el tudom végezni. Van egy pici esztergám, hogyha bármi kis apróságot le kell, marógép, tehát ezeket meg tudom csinálni itthon. Ami ugye mind időspórolás, tehát hogyha nem kell elvinnem valahova, és nem kell reheteket venni, hanem én magam itthon el tudom végezni. Időt spórolok, pénzt spórolok vele, és uh, hamarabb tudnak így elkészülni a járművek, de hát azért ez a hamar is egy idézőjeles. Uh, hamar? <laughs> igen, hamar, tehát egy jó restaur, tehát Restaurálás. Mi a restaurálás és mi a felújítás? Ezért egy, egy kicsit egy pár szót itt már uh, beszéltünk róla. Ugye a hiteles restaurálás, amit uh, valóban annak nevezhetünk, az ugye mindenből a korhűanyagok, a korhű választás, például a Moszkvánál volt egy szövetbevonatos Bovdenház van rajta, azt felkutatni, hogy olyat találjál, még nagyon kevés helyen van, Angliában találtam egy helyen, onnan tudtam megrendelni. Tehát mind azok az apróságok, na most elviszed egy veterán minősítésre, ott el fogják azt nézni, hogy, hogy az a bevonat, ez a kábel bevonat, az nem olyan rajta. De hogyha te tényleg valóban restaurálsz, akkor azt a kort adod vissza, amiben Igen. ez az készült, akkor ezeket el kell végezni. Olyan kábelkötegeket már nem találsz, ezt neked le kell gyártanod. Úgyhogy uh, igazából itt rejlik a titka az egésznek, vagy ebben rejlik a titka az egésznek, amikor restaurálsz és nem felújítasz, amikor tényleg azt a lemez kikopácsolod. Sokkal egyszerűbb lenne egyébként töltőanyaggal uh, hát kitölteni. Az már megint más. Tehát. Uh, én igazából ezt szeretem csinálni, így szeretem csinálni. Hála jó Istennek van, van rá tehát keresik ezt a minőséget is. Az, hogy mennyire szeretik megfizetni, ez megint egy más dolog. Tehát most egy nyilván, amikor eltöltesz ezer órát egy motorral, nem fogod tudni kiszámlázni. Hát meg ilyen nehéz a anyagbeszerzés, hogy mondtad. Így van, így van, így van. Tehát az ural az az éler már itt gyakorlatilag majdnem fél éve, mert olyan nehéz hozzá beszerezni az alkatrészeket, de remélem, hogy most már jövő héten talprál, és akkor el tudja vinni a bácsi, és tud neki örülni. Úgyhogy uh, igazából ebben, tehát a lelkesedés maga az, ami. Hát de neked ez a szenvedély. Nekem ez a szenvedélyem így van. Tehát vagy, megmondom őszintén, ha nekem nincs kedvem csinálni, nem dolgozom. Tehát ehhez kell egy olyan állapot, hogy ki az igenis, és te ezt meg akarod csinálni, és úgy akarod megcsinálni, hogy az jó, jó legyen, mert ha elkapkodod, az mindig vissza fog ütni valahol. Tehát ez csak, csak teljesen átszálló, és amikor Ez kell egy vagy, kis kattanás, és úgy Ehhez mert... nem kicsi kattanás <laughs> kell, hanem nagy kattanás, ezért nehéz a szó szoros értelműben a restaurálásból megélni, tehát eh, nem fogod tudni ezt az időt teljes mértékben... Eh, kiszámlázni, kifizetetni az ügyféllel, de akkor is egy olyan minőségű munkát adsz ki a kezedből, ami elismerése méltó. Tehát Igen, megismerik a nevedet. Így van, így van, így van. Megismerik, ezért nem kell cégtábla, hanem gyakorlatilag mindig jön a munka. És az a, az a munka, amit te el is vállalsz, és olyan minőségben csinálod meg, amiben, amihez te a nevedet ad. Tehát volt egy megkeresésem, pont egy ilyen Moszkva K55-ös, Kérdezte az úriember, hogy mennyibe fog kerülni. Hát mondom, fogalmam sincs, mert nincs itt, tehát nem tudom, hogy hány órát fogok beleülni. Nyilván, mivel van már benne tapasztalatom, és tudom, hogy mit honnan, és mikor, hogy már meddig, uh, nyilván hamarabb és olcsóban meg mm. tudom csinálni, de hát így is egy személyi összeg. És akkor mondta, hogy hát neki pont a fele lenne erre, mondtam, hogy akkor ide se hozd. Tehát én azt nem tudom bevállalni, hogy annyiért megcsináljam, mm. olyan minőségben, mint ez. Tehát gyakorlatilag. Neki több projektje fut, nincs rá pénz mondom, akkor nem mondd ide. Uh -huh. Tehát a Covid máshova nem biztos, hogy annyi pénzből meg fogja tudni kapni azt, a azt amit szeretne. Uh -huh. Tehát ez a nagy baj, hogy látjátok, hogy itt van a Pannoni esete, azt is gyorsan megcsinálták. Mondom, én nem szidok senkit és nem szeretek senkit szidni, de mindig visszaüt. Tehát ez, ez látszik gyakorlatilag ezen is, hogy visszaüt az, hogyha nem úgy csinálod, nem minden munkafázist és nem úgy csinálsz meg, ahogy kéne. Hát de jobb is egyszer kiadni egy minőségi munkára több pénzt, hogy ez tartós legyen, mint hogy aztán ez legyen, hogy Így van, mondani, és akkor hozzák vissza kian. a garancia, stb. 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 Tehát uh, garanciában dolgozni, meg mindig drágább, tehát akkor szed, szed, szedheted szét még egyszer, tényleg egyszer kell jól megcsinálni, inkább el kell kérni azt a pénzt, érte meg kell értetni az ügyféle, hogy figyelj, ez ennyibe fog kerülni, de az akkor tényleg jó lesz. Igen, így és nem csinál. kell később belenyúlni. Így van. Hát itt Csak egy mondjuk motor... a kopó alkatrész. Hát így van, most nézd egy motorblokk, tehát amikor restaurálsz egy motort, motorblokk, tök jó átfordul. Hú, hát kompresszió is van, akkor ez nem kell hozzá nyúlni. Oké, de mennyit fogsz vele elmenni? <laughs> lehet, hogy 100 km után kikönyökül a hajtókát. Tehát ez hát mindegy. Ezt nem lehet tudni, ezt szét kell minden esetben szedni, és meg kell nézni, és akkor tudod azt mondani, hogy igen, itt van, én ehhez a nevemet adom, és uh, ehhez tudom vállalni a garanciát, de ez időpénz. pénz. Tehát ezzel nem tudsz mit csinálni. És ugye hát, mint mondtam, ugye a szerszámokat vettem. És mondtad, Minden. hogy azért mindig van valami Mindig új, ami van kell. valami, mindig van valami, tehát amit, amikor egy munkafázisnál rájössz, hogy ú, uh, basszus, ilyen nem sincsen, akkor most ilyet is venni kell, most a kompresszor mentünkre, most a kompresszort kell megvenni, és valamikor már nem tudsz számot venni, akkor meg magadnak kell -e gyártani. Tehát az is nem ritka Időigényes, esetben. Költség Így van, nem ritka esetben fordul elő, hogy szelszámot gyártok. Például mit gyártottál egy magadnak? Kuplung leszedőket, csavar volt már olyan, amit nem tudtam megvenni, csavart kellett gyártani, tehát különféle ilyen eszközök, amivel odaférsz, karburátorhoz például az orosz motoroknál normál tízes kulcsal nem fél, tizen, bocsánat, 12-es kulcsal nem félsz hozzá, hanem ott le kellett csiszolni, hogy hozzáférjél, akkor ez a kulcs félre van téve, tehát ö, ezeket mind le kell gyártani és félre kell tenni. De hát ez szinte minden motornak kell valamilyen célszerszámot gyártani, hogy meg tud csinálni. Hát igen, a mai korszerszám nem feltétlenül Nem, nem, ehhez. nem. Ezért például én most nagyon nézegetek egy szerszámkocsit, de nem találok olyat, ami nekem megfelelt. Tehát minden paraméterében és minden szerszámban megfelelően, én mit csinálok egy patentfogóval, amikor van nekem, de gyakorlatilag nem nagyon használom. Tehát uh, bitfejek, különböző bitfejek, hát most a régi motorokon milyen bitfejek voltak. Hát igen, azért az életkor. A ha belegondolom, 70 éve volt, több mint így így 70 van. Tehát éve. Volt fornyolc csavar, meg keresztfornyolc csavar, és akkor ezzel kellett dolgozni. És az gyakorlatilag most mit csinálják a másik 25 féle belső kulcsnyílás is bitfeljel. <laughs> tehát ezzel <laughs> nem tudok messzire menni, úgyhogy hát a különböző hajlított kulcsok azért jó, jók, hogyha vannak, tehát abból már van egy készlet külön. Ugye, mint mondtam, a centírozó állványt meg kellett venni hozzá az indikátorórát, akkor az Esztergát, az hála Istennek, kaptam, egy nagyon jó barátomtól kölcsön kaptam, hogy úgyse használják, akkor ide hozzá leteszik kész. Álványos fúró, helyzetfúró, marót kell belőle csinálni, hogy egy-egy alkatrész ki tudjál marni méretre. Tehát ezek mind olyan dolgok, hogy nem baj, hogyha itthon meg tudod csinálni. Egyébként meg az Esztergelyő sem mindig vállalja. Hát most elviszek, hogy figyeljenek, a nekem egy ilyen csavart, azt mondja, hogy oké, okay, hát felszerszámozok, az akkor ez lesz 50 ezer forint most. 50 ezer forintért egy csavart nem, nem, Na, meg? is megcsinálni, akkor inkább itthon megcsinálod. Az a krómozás kipufogva. A kipufogot senki nem krómoz. Tehát nem vállalják be, mert ugye a savfűdőt tönkreteszi. Van egy hely, ahova el tudom vinni, de hát ott is makulátlanul ki kell pucolni. De hát ott is azért tudom elvinni, mert tudják, hogy ja hogy ő szépen megcsinálja. Ja, akkor, hogy te vagy az és akkor. Igen, tehát <laughs> akkor ő nem fogja tenni a mert akkor ő szépen megcsinálja. De ezt is mind el kell érni. Tehát ezek mind hosszú évek folyamata. Ugye a műhelynek is ez már a, nem tudom, ötödik, hatodik változata, ahogy most éppen van. Tehát mindig, ahogy az újabb igények vannak, és az újabb munkafolyamatok jönnek, amik itt történnek, ahhoz mindig egy kicsit át kell rendezni az egészet. Nem beszélve arról, hogy ugye folyamatosan jönnek a motorjaim, tehát amit gyűjteménybe veszek, annak is szükséges a hely. E, igen, ezt akartam is kérdezni, hogy jönnek, hova fogod rakni? E, Kibővíted még itt a műhelyt? Nem lesz kibővítve. Igazából most itt több motor van, mint amit én beszoktam igen, vállalni. Igen, mondtad, hogy azok... Tehát én mindig, nem... mindig ilyen Maximum kettőt. Tehát kettő nem akadály, mert ugye van tárolórendszer, most itt több motornak is a fényezési dolgai, a, ugye a hengerek, hengerfejek, a Svorblynak a cuccai, Tehát uh, itt van elég hely igazából a két motornak, de most egy picit ugye beragadt az ural, a Svorbly az hosszabb, a Pannonia is ugye most uh, jött vissza nemrég a blokkja, tehát annak fog tudni nekiállni, Úgyhogy uh, most egy picit több van itt, mint szokott. De általában ilyen maximum kettőn szoktam dolgozni egyszerre. Ugye, egyedül vagyok, egyedül csinálom. Hát, uh, igen, mert sok idő lenne, többet beválasz, akkor mindegyik így húzódik. Van, így van, így van. Rentábilisabb lenne, és jobban lehetne vele keresni, viszont uh, én szeretek egy olyan minőséget képviselni, amikor tényleg egyen koncentrálsz. Ezt akartam, hogy egyen koncentrálsz, és akkor azt végig viszed. Így van. Te rász mondjuk például egy a felújításra. Tök jó, lehet ott öt, mert akkor fejedben van hogy igen hát csak Pannoniák most abból nagy tűz nincsen tehát már nem azt mondom mindegyik ugyanolyan de nagyon hasonló és rá tudsz állni akkor tudod hogy Pannoniában vagyok benne oké okay, most itt csinálom úgy csinálom de amikor most itt látsz 5-6 fajta különböző motort. Itt azért észnél kell lenni, hogy akkor most ez, ez mihez való, meg most miben vagyok benne, meg Igen, most mondtad, mit csinálok. Igen, hogy rengeteget tehát. is nézel utána, irodalmat olvasol. Így van, így van, így van. Tehát uh, szétszedés előtt is mindenképpen egy robbantott ábrát, tehát egy uh, műszaki leírás, meg kell nézni, hogy egyáltalán azt hogy fogod tudni szétszedni, mert neki eshetsz, mint a bolond. De, igen, szétszed, de utána össze is kell rakni majd. Így van, tehát ezért kell dokumentálni, ezért uh, ugye sokkal értékesebb egy uh, jármű, hogyha kapsz, vagy adsz mellé egy uh, restaurálási jegyzőkönyvet. Ez hogy És néz ugye, ki? Hát ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy végig dokumentálod a folyamatokat. Tehát már magát a szétszedést végig dokumentálod, mindent lefényképezel, leírod, hogy mi az, ami cserére szorul, mi az, ami javítható, ezeket hmm. külön lefényképezett, tehát amikor megjön az új, mellé teszed lefényképezett, felszerelésnél. hogy a dokumentáció azért is szükséges, mert nem kell gondolkodni azon, hogy az a csavar most kifele volt, vagy befele, vagy hogy volt, vagy és akkor tudod a laptopot, megnézed, mert hát tényleg úgy volt, és pikpak össze lehet rakni. Illetve hát mellette van egy szerelési kézikönyv, vagy egy leírás, ami alapján tudsz dolgozni. De eszetlenül neki is szétborítani egy motort nincs értelme. Tehát szétdobálod a csavarokat, azt se tudod, hogy mi honnan jött, ezt külön tárolni kell, mindent föl kell írni, hogy mit honnan szedtél ki. Ugye egy restaurálás nem minden cserélt alkatrészt meg kell őrizni. Ugye a restaurátor etika szerint az újakat jelölni kell, egy egy bármilyen módon meg kell jelölni, hogy az csere. E, alkatrész rajta, és amikor készen vagy a járművel, akkor átadod a restaurálási jegyzőkönyvet, és hozzáadod azokat az alkatrészeket, amiket te kicseréltél. Tehát gyakorlatilag lecserélt alkatrészeket uh -huh. e, odaadod neki. Ez az etikus restaurálás. Tehát ez így működik gyakorlatilag. Nekem is minden járművemhez, amit csináltam, ami, e, amit cseréltem rajta, régi tettem, és meg van szépen be van dobozolva. Ha egyszer Na most el lesznek adva, akkor ugye minden jár majd az új verőnek. De most még nagyon nem tervezem őket aladni. <laughs> <laughs> ők még egyelőre a nyugdíj alapjaim. Ja, értem. <laughs> -e, ők még maradnak egy darabig, az biztos. Használom, kiállításra járok velük. Igen, úgy, hogy... akkor ha már itt tartunk, mondtad is, hogy AMTS-en lesz egy projekt az egyikkel? Igen, erről még túl sok mindent nem szeretnék mondani, de elméletileg nagyobb gurítás lesz, mint a biatka. Na. Tehát még, még ennél is nagyobbat tervezünk most, ugye? Úgyhogy... Várjuk, és ott leszünk. Várunk <laughs> titeket. Szóval. Köszönjük, hogy megmutattad nekünk a restaurátor műhelyét. Érdekes volt, remélem másoknak is, nekem mindenképpen, és mindenképp visszatérünk tavasszal, hogy azzal menjünk egy kört. Várlak titeket vissza szeretettel. Köszönjük szépen. Köszönjük. Most további jó Köszönöm munkát és voltatok. sikereket a továbbiakban. Reméljük, hogy lesz. Köszönöm szépen. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a részt is, ne felejtsetek el feliratkozni, nyomjatok be a csengőt, lájkoljatok, kommenteljetek, és várunk a következő adásban. Sziasztok!